Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Bajzát Sándor vagyok. Milyen problémával keresett meg? Hát nemrégiben kipróbáltam a marihuánát, és elég rossz hatással volt rám. És erről szeretnék pár tanácsot kérni. Miért hozzám jött, és miért pont most? Hát ismerőstől hallottam, hogy nagyon jó ezen a téren, és úgy érzem, hogy egyre jobban kezdek rászokni. Sándor épp egy pácienst fogad, a fiatalember drog problémákkal küzd. Sándort, mint neves addiktológiai szakembert kézről kézre adják a szenvedélybetegek. Ehhez nyilván köze van annak, hogy ő pontosan tudja, hogy egy valódi függő mind megy keresztül. 15 éven át drogozott, tényleg megjárta a poklot. Aztán egy komlói rehabilitációs központban eltöltött 27 hónap után újjászületett. Az ő története következik. Sándor szülei korán elváltak, a srác egy időben a nagyszüleinél lakott. Azt mondja, szerető közegben nőtt fel. A Váci utcában éltek, mindene megvolt. A középiskola első osztályában még kiválóan tanult, aztán váratlanul leromlottak a jegyei. Nem érezte magát képesnek, hogy tovább tanuljon. Úgy emlékszik vissza, hogy már gimnazistaként kontrollvesztetten iszogatott. Később az alkoholt felváltotta a drog. Ha jól emlékszem, intravénás használattal kezdtem egy ilyen gyógyszertárilag megszerezhető opiát származékot. És de nem is maga a szer a fontos, hanem maga az az érzés, amit kaptam. Úgy éreztem, hogy valami hiány van bennem, hogy valami nem működik az életemben, meg olyan céltalan vagyok, meg nem érdekel sem, meg sose jó. És akkor egyszerűen csak jött egy ilyen érzés, és ez a drog, szerintem földön túli boldogságérzet vett rajtam erőt, ami azt foghatott, soha. Mintha mindig is erre vártam volna, vagy ezt kerestem volna, és egyszerűen most így úgy tudom megmondani, hogy egy ilyen megváltás volt. És én onnantól kezdve valahogy tudtam, éreztem, hogy nekem erre van szükségem. Tehát, hogy ez az, ami, ez az eszenciája az életnek. És pszichésen azonnal függővé váltam, fizikailag persze hosszú hónapok kérdése volt, és kérdezte, hogy ez mibe került, honnan volt rám. Hát semmi, szóval gyógyszertárban megszerezhető dolgokról beszélünk, forintokról beszélünk, pár forintról. Csak hogy érzékeltessem, hogy akkoriban, mint tudom én, már kicsit később, amikor morfint is használtam, hogy 20 ampula morfin volt, mint tudom, 6 forint. Tehát, hogy egyszerűen nem pénzkérdés, mert filérekbe került minden, hanem egyszerűen annak a kérdése, hogy elég leleményes vagyok-e, tudok-e szerezni receptet, ügyesen tudok-e pecsétet hamisítani. Ön végigment mindenen? Hát azt gondolom, hogy mindenen végigmentem, de én nekem igazából az opiátok voltak, amik úgy megfogtak. Tehát én a halucinogéneket, tehát a füvet, meg LSD-t próbálgattam, meg árultam is őket, de nem sose szerettem, nem az én szerem volt, nem jól hatottak rám. Ellentétben az opiátokkal, ami egy olyan fajta ilyen megnyugvást, amilyet talán a embrió érez az anyai méhben. Szóval, hogy milyen békét leltem azoktól a szerektől. Én ezt értem, hogy békét lelt, de menet közben érezte, hogy csúszik lefelé? Természetesen igen, csak hogy az addikció az úgy fejlődik, hogy az elején még ez a buli van szakasz, hogy majd én kontrollálom, én tudom. Közben legbelül érzem és tudom, hogy ez kell, és hogy persze lebuktam a szüleim előtt, akkor a fogadkozás, akkor a bujkálás, a hazudozás, akkor persze voltam már a szüleimtől is, mint amit loptam pénzt. Az érettségi után számtalan munkahelye volt, de mindenhonnan elküldték. Ebben az időben a szülei tartották őt el. Végig drogoztam a katona időszakot, sőt ott volt az első rendőrségi ügyem, és akkor kaptam egy év börtönt. Két évre felfüggesztve, de ott az az érzés, az volt az első olyan pillanat, amikor megijedtem, amikor mondták, hogy Bajzát honvéd álljon fel. Mit követett el? Hogy kábítószerrel való visszaélés, morfiummal elkövetett kábítószerrel való. Tehát terjesztette is? Hát nem, igazából ott visszaélés volt, meg recepthamisítás, meg ilyen hasonló dolgok. Terjeszteni soha nem terjesztett? Hát későbbiekben igen. Mekkora tétel? De akkor még így nem, hát ja, akkor viszonylag jelentős. Tehát nem ilyen kilószámra, én használó voltam, és úgy terjesztő, tehát az pusher címszó alatt fut az angol szlengbe, tehát hogy az a fajta drog árus, aki használ, és hogy a használni tudjon, ezért árul is. Hány rendőrségi ügye volt?
Hát viszonylag sok. Háromszor kaptam felfüggesztett börtönbüntetést, volt próbára bocsátásom, pénzbírság, figyelmeztetés. Várjon, én ezt nem értem. Külföldön is volt, Ausztriában is. Ott mit csinál? Bedőlt. Hát drogterjesztés. Szóval voltak ügyeim. Ezt én nem értem. Tehát valakit ennyiszer felfüggesztett börtönbüntetésre ítélnek? Ebben a szüleim nagyon benne voltak, hogy fizettek drága ügyvédeket. És valahogy úgy sikerült bedőlnem mindig, hogy a felfüggesztés pont letelt. Értem. Tehát ott tisztán, vagy mit tudom én, bedőltem, még nem volt ítélet, és közben volt, újra bedőltem, de miután még nem volt letöltendő ítélet, még úgy tisztán, és akkor úgy született viszonylag rövid időn belül. Sándor, harmadik alkalommal nem kap a szívéhez az ember? Hogy a büdös életben mi lesz belőle? Hát most igen, csak hogy az van, hogy addigra már az addikció annyira kifejlődött, hogy tehát órákra se tudtam józan lenni. Órákra se? Ja, tehát hogy naponta nem tudom hányszor szúrtam magam. Nagy mennyiségben heroint, amfetamint, ebből ezt árultam. Hányszor próbált leszokni róla? Nagyon sokszor voltam kórházi elvonókon, meg nagyon sok 7 évig kaptam azt hiszem a metadon fenntartó kezelést, amit heroinistáknak adnak. A szülei nem léptek közbe, 3 felfüggesztett nem nagyon börtönni. Tudtak mit csinálni, szóval persze ígérgettem, meg hazudoztam, meg 90-ben kaptam tőlük egy lakást, a nagyszüleim halála után kaptam tőlük egy kis kertes házat Kispesten és igazából, mert addig otthon laktam náluk Váci utcában. Most visszagondolva nyilvánvalóan ki kellett volna tenniük, de hát az akkor anyai szív az olyan. Hát most ez nehéz, sok opció van, de azt gondolom, hogy egy függőnek mély pont kell ahhoz, hogy változtatni tudjon. Nem tudom, azt gondolom, hogy talán most a mai fejemmel talán előbb lett volna mély pontom, ilyen belvárosi úri gyerekként, hogyha én lepattanok és híd alatt alszom, és nincs hol, meg azok a lehetőségek, hogy ilyen kényelmesen drogokat terjesztek. Meg, nagyon elkényeztette magát az élet, nem? Hát ez érdekes kérdés. Persze hallottam ezt már sokszor, hogy nekem csak megszületni volt nehéz, de közben érzés szinten megvoltak a magam bajai saját magammal. Úgyhogy hát mindenkinek a saját keresztje a legnehezebb. Ezekre, és most a rendőrségügyekre gondolom, és nem megbántani akarom, de ha azt mondom, hogy ön bűnöző volt, az nem erős állítás. Azért, akinek 3 volt rendőrségi ügye, hogy tekint vissza ezekre az időszakokra? Azért ezek erős dolgok, tehát 3 összeakasztani a bajszát az nem embernek. Nem 3, többször, de mondjuk 3 volt felfüggesztett. Igen. Most azt várja, hogy azt mondjam, hogy megbántam, szánom, bánom. Tehát valahogy ez az része a szerhasználat. Van, aki tolvaj lesz, vagy rabló lesz, van, aki drogokat kezd el, van, aki prostituálja magát, de igazából mindig az addikció az elsődleges. Az ember olyan dolgokat, tehát hogy én is olyan dolgokat tettem meg, amit egyébként józanul maximálisan elítélek, vagy soha nem tennék meg, és itt gondolok olyanra is, hogy megszületett 90-ben a lányom, a nagylányom, és én ugyanúgy anyagoztam tovább. Sándor önértékelése a komlói rehabilitációs időszakban jött rendbe. Különféle színházterápiák a társai előtti szereplés segítségével kezdett békébe jönni magával. Ez egy szembenézés, egy ilyen terápia? Abszolút. Ja, mindenféle szinten. Tehát a múlttal is, a jelenemmel, hogy vagyok magammal, hogy tudok működni, nem tudom, egy közösségben mennyire vagyok, mit tudom, önző vagy gátlásos. És saját magával szemben milyen felismerésekre jutott? Hát többek között ez a kettő, hogy hihetetlenül félénk vagyok, gátlásos, nagyon nem szeretem magam, a testemet nagyon nem fogadom el. Ebben nagyon sokat segített itt a színházterápia. De mi baj van saját magával? Hát most azt gondolom, hogy már talán az, hogy semmi, az nem jó, de hogy így azért így békében vagyok magammal, meg mi a kinézetemmel. Akkor? Nem tetszettem, mert utáltam magam, utáltam a testemet. És jó, nyilvánvaló, hogy, tehát, hogy azért a droghasználat az azért egy ilyen önsértés, önbántás is. Úgyhogy tehát az, hogy én szanaszét szurkálom magam, az is benne van, hogy én bántom magam, nem szeretem magam, nem fogadom el a testemet. De alapvetően tényleg ez volt, hogy én mindig nem tetszettem magamnak, meg ilyenek. Múlt héten voltunk például
egy születésnapi vacsoráján őt ünnepeltük, és hát ez nagyon nehéz neki, nehezen fogadja el az ilyen szeretett kinyilvánításokat, és, de például most már ezt is jól tudja kezdeni, ez például tök jó volt, hogy ez például múltkor egy nagyon nyugodt kis jó vacsora volt. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok mindenbe tudott változni. Méltatlan szituációk tömkelege volt velem, tehát tényleg, és itt most nem akarok részletben, mert tényleg egy aktív droghasználó élete súlyos, mert sok erőszak, sok leúszás, sok becstelenség, sok túladagolás, rossz cucc. Kezdtek kiullani a fogaim, hepatitis C-t kaptam, pontosan az intravénás használatok során, majdnem levágták az ujjamat, mert az új hegyeimbe szúrtam, meg nyakamba, meg gyakorlatilag az egész testemet szanaszét szurkáltam, illetve gyakorlatilag amikor a mélypont volt, akkor már nem tudtam sehova se nyomni. Tehát órák alatt se sikerült sehol találni egy hajszál eredet se, hogy benyomjak, és az a helyzet volt, hogy van anyag, van heroin otthon, van kokain, meg pénzem is van, tehát van minden, nem tudom benyomni. Szerintem annál nagyobb szívás nem nagyon tud elképzelni egy droghasznál. Persze föl tudtam volna szívni az orromba, de aki rá van kattalva a szúrásra, az nem szipagatja. Te volt egy végső pont? Hát nekem a végső pont az volt, amikor megkeresett az a lány, aki nekem az első adagot benyomta 15 évvel korábban. Tehát, hogy valahogy ő, ez is tényleg olyan, mint egy ilyen mesében, hogy az a lány, aki nekem az első adagot beszúrja, rá 15 évvel később bele mámodik, itt Pécset, itt volt ő is Rehabon, itt állt le Komlón. Egyszerűen csak ott terem Budapesten, belép a lakásba, a Bokáig gázolok a véres recskendőkbe, és egyszerűen csak azt mondja, hogy meg fogsz dögleni. Itt a telefon, menjél el Komlóra. És valahogy ott valami úgy történt velem, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy nem megy. Kész vége, nem tudom tovább csinálni. Sándor mellett már jószerivel nem volt józan ember, csupán függőkkel vette körül magát. Végül is a bevonulást választotta. A komlói krónikus drogfüggők és súlyos alkoholisták rehabilitációs intézményébe került, ahol a szokásos egy év helyett több mint két évet töltött. Az intézmény sajátos hangulatú, de roppant családias hely. A segítők jó része egykor függőként fordult meg itt. Ha felhozod mélyről, részed mi benned van, felhozatalával gyógyulásod benne van. Ha nem hozod fel részed mi benned van, felhozatala nélkül pusztulásod benne van. Köszönöm. Köszönöm. Végem is volt a nagy ügy? Nem láttam. Igen? Fontos, hogy struktúrát legyen a nap, mindennek meglegyen a helye és ideje, az pontosan be legyen tartva, tehát szeretjük, hogyha az időpontokat mindenki pontosan betartja, úgy az ébresztőt, ami 7 órakor van, a reggeli közös sétát az erdőbe, utána a közös reggelizést, aztán a napindító csoportot, amit utána vagy egy csoportterápia, vagy munkaterápia, vagy színháztréning követ. Nincsenek szakácsok az intézetben, hanem mi magunk oldjuk meg ezeket a dolgokat, mi is állítjuk össze a heti étrendet. Fontos, hogy a lerobbant testi állapotból valaki felépüljön testileg is, ne csak lelkileg, vagy mentálisan, úgyhogy délutánonként, ebéd után mindig sportterápia van, és aztán 5 órakor ismét csoportterápiák vannak, majd pedig este az egy kicsit kötöttebb, de a napot mindig egy úgynevezett napzáró csoport zárja, amikor mindenki elmondja, hogy mióta van itt, hány napja tiszta, nem használt alkoholt vagy drogokat, és hogy aznap hogyan érezte magát. Robert május óta van itt, alkoholista, emellett gyógyszereket szedett. 20 éve működő cégét és feleségét is az alkohol miatt vesztette el. Itt mi a legnehezebb? Most nekem jelen pillanatban az a legnehezebb, hogy fél éve nem láttam a kisfiamat. Egyáltalán? Semmit nem tud róla? Hát most nem ez a dolgom egyébként, hogy a gyerekemmel legyek, mert amikor kint voltam, akkor meg viszont nem tudtam bele lenni.
Az mit jelent, hogy nem tudott vele lenni? Mellettem volt fizikailag, de az alkohol meg a gyógyszer miatt én abszolút csak mellette voltam, de tudatomnál nem voltam szinte. Szóval látta önt méltatlan helyzetekbe? Persze, hogy ne. Gyerekláthatásnál van annyit velem, mint az édesanyjával, a válásunk alakult, és én ezt ragaszkodtam is, meg próbáltam be is tartani, de már azt sem vettem észre az utóbbi években, hogy nem fordítok elég figyelmet rá. Emiatt érzek szégyen most, amit az előbb kérdezett. Például ezt itt most megélem, hogy ezért szégyellem magamat. Igen. És mit tervez, mikor kimegy? És mikor megy ki? Hát a terápia az egy évre szól. Hát majd akkor megyek ki, hogyha fogom érezni azt, hogy már kint tudnék kezdeni magammal valamit. Hát lesz mit bepótolni a kisfiával? Bepótolni nem lehet, hanem egy másfajta életet fog tudni neki biztosítani. A múlton keseregni nem lehet, mert pont ez a legnehezebb itt, hogyha a múlton kesereg valaki. Tudja már, hogy mit fog neki mondani, ha találkozna? Nem, ezen nagyon sokat gondolkodtam. Hogy mikor, amikor látom, hogy mi lesz az első szavam hozzá, vagy első mondatom, hát nem tudom. Nehéz lesz, az de felszabadító szerintem. Valószínű. Én úgy gondolom, hogy erőt ad nekem, amit mondanak itt, hogy ez nem így van, ez most csak ezt csak én szeretném, hogy lássam. Várom azt a pillanatot, lesz mit elmondanom neki. Gábornak is az alkoholal nyílt meg a baja. Bennem mindig ilyen szorongás, meg félelem volt minden felé. És mindig azt éreztem, hogy nem tudok megfelelni, vagy nem tudom úgy megcsinálni a dolgokat. És ezt oldott az alkohol. Igen, és akkor akkor bátrabb lettem, vagy erősebbnek éreztem magam. Amióta én itt vagyok, 10-valahányan mentek el innen, akik elkezdték, vagy még előttem jöttek a terápiára. Úgyhogy egyelőre én még megbirkózom most ezzel a dologgal. Ki vagy mi várja önt kint? Szerelme megvárja? Hát remélem. Mi nagyon régóta élünk, 20 éve vagyunk együtt, és tehát ő mindenképp támogatott ebbe a dologba. Innen mi hiányzott magának a legjobban a 27 hónap alatt? Innen? A szex egyértelműen. Tehát, hogy nők. Akkor, amikor én voltam itt, most nem koedukált az intézet, amikor én voltam itt, akkor voltak lányok, csak hát ugye már a szex meg a szerelem volt nem ajánlott, illetve tilos. De azért kicselezték? Volt rá precedens, el is mentek, és nagy részük vissza is esett. Tehát, hogy az, hogy most nem koedukált, az nem véletlen. Hogy itt volt annak idején a konyha, itt volt egy átadó, csajok akkor itt főztek, mondom, akkor még ilyen koedukált volt. Akkor itt volt a segítőknek a szobája, meg itt most így nincs semmi, de itt volt, ahol a segítő aludt, és mellette itt volt egy egész pici szoba, egy 4 ágyas, én rehabilitációm nagy részét azt itt töltöttem, aztán későbbiekben már, mint egy másfél év után kerültem át a másik szobába. Tehát, hogy itt volt egy 4 ágyas szoba, mellett a lányoknak volt a szobája, ott balra a fiúknak egy 6 ágyas szobája. Ilyen közel volt egymáshoz a lány meg a fiú szoba? Például nézd meg, ott a lányok meg a fiú WC-en között is olyan vékony volt, hogy a csajok pisírtak, lehetett beszélgetni a fiúk a lányok WC-zés közben. Most már 15 éve józan vagyok, de nem gyógyultam meg. Én tudom magamról, hogy függő vagyok, amíg tudom magamról, hogy függő vagyok, addig tudom, hogy én nem játszok a tűzzel, nem rángatom az oroszlán bajszát, és nem kezdek el picit szívogatni, mert nem is szeretem, vagy sörözni, vagy nyugtatót szedni. Pedig tényleg vannak olyan helyzetek, amikor jól jönne, nem tagadom. De ennyi, elmúlik. Tehát az érzések, meg ezt is megtanultam, hogy a harag és a bánat és az öröm és az eléget elmúlik. Következő nap az már egy újabb lehetőség. Én innen, amikor kiléptem 27 hónap után, és akkor vissza ugyanabba a lakásba, ahol én mielőtt ide kerültem, éltem, drogoztam, illetve drogot árultam. Tehát vissza ugyanabba a lakásba, úgyhogy nincs munkám. Nem szorongott, nincsen, hogy mi lesz magával? De. Nagyon. Kifejezetten féltem. Kifejezetten félelmetes volt az egész. Légüres térbe kerültem. Hát abszolút. Tehát mentem az utcán, minden olyan fura volt. Elmentem, mit tudom én, a bevásárló központban, ilyen nagy élelmiszerboltban, és rendszeresen kipakoltattak.
Én egyébként még droghasználóként sem voltam egy lopós, de hogy annyira bizonytalanul mozogtam, hogy egyszerűen gyanús voltam, mert hogy minden a hihetetlen, bőség, villogás, emberek, nyüzsi, pénz, én meg ott állok, hogy jövök innen, azt se tudom, mi merre van. Kilépve a nagyvilágba, egy hallókészülék forgalmazó céghez került. Sándor sosem titkolta a múltját, drogos előélete mindenki előtt tudott volt. Emellett szociális munkás diplomát is szerzett, majd addiktológiai konzultáns lett. Zoltán még emlékszik rá, hogy Sándor miképp segített rajta, immár szakemberként. Mikor láttam, hogy az ablakon keresztül, hogy jön befele, akkor görcsgarázott a gyomrom. De miért? Mert intenzív törődés volt, amiben ő engem részesített. Szóval, mit jelent? Hát semmi mellett nem ment el. Szóval nagyon odafigyelt, és nagyon a sarkamban volt. Erre emlékszem. De az jó érzés, amikor az embert ennyire felügyelik? Nem vált ki szorongás? Hát nekem nem volt jó érzés. Aztán később persze ez is megváltozott. Szóval az első időkre mondható el inkább. Aztán szigorú volt nagyon? Következetes. Kiment, akkor ilyenkor szerintem két véglet van. Az egyik, hogy az ember elgyávul, elszokik a női társaságtól, míg a másik, hogy beleveti magát a csajozásba. Maga melyik volt? Hát az utóbbi, de nem egyből. Uh-huh. Tehát, hogy félénk vagyok, de hódítani akarok, nem tudom, tehát így elkezdtem menni mindenhova, járni az ilyen alternatív szórakozó helyeket, inkább kevesebb, mint több sikerrel, mert az önértékelésem az tovább is a békafeneke alatt volt. Hát ott voltam 36 évesen, tulajdonképpen különösebb végzettség nélkül, nincs munkám, vagy hát az első egy hónap utána lett, de hogy minimálbérért dolgozom, nincs senkim, nincs semmi, ha megkérdezik, hogy hol voltam, mit csináltam, hát mit tudok mondani, semmit, egész életemben más sem csináltam, csak dolgoztam. Tehát, hogy nincs nagyon semmi, amire olyan nagyon büszke lehetnék, vagy amitől olyan helyre magas lehetne az önértékelésem. Nyilvánvalóan vannak olyan lányok, akiknek, vagy voltak, akiknek ez olyan impoláló volt, hogy mint hogyha egy börtönben, vagy itt egy rossz fiú, vagy valami. Én ezeket a lehetőségeket azt gondolom, hogy kihasználtam. Nehezen engedek magamhoz közel úgy Isten igazából emberek, mert félek attól, hogy mit tudom, csalódok, vagy tehát, hogy sérülök. Ezért könnyebb csak állkapcsolatokat fenntartani, akár sokat is, vagy csak úgy olyan szinten kapcsolni nőkhöz, hogy az csak ilyen szexbaráti, de semmi komoly lehetőleg, mert mit tudom én, mert mondom, akkor félek attól, hogy... De a mai napig így van? Nem, most egy jó kapcsolatom van. Nem, de előbb vedd fel a csizmádat, meg fogsz gyulladni, úgy tudod, előbb során, oké? Okay. Közben megházasodtam, született egy gyönyörű kislányom, ezt látták, viszont a házasságom nem volt jó. Azt hiszem, hogy én akkor már előtte így a nők terén futottam a köreimért, tehát azt gondolom, hogy akkor a addikció áttevődött így erre a nőkre. A nőkre, igen. Tehát, hogy itt nagy számokra kell gondolni, rengeteg nővel volt kapcsolatom. Azt gondolom, hogy ebbe éltem ki, vagy az, ami hiányzott valami, ezt ebből próbáltam összeszedni, de közben úgy, hogy kötődni nem nagyon akartam, tehát ezért volt az, hogy sok felszínes vagy akár csak szexre redukált kapcsolat. Aztán ennek is megvolt úgy a mélypontja, amikor leiratkoztam az összes ilyen társkereső oldalról. Aztán jött egy lány, és akkor valahogy úgy éreztem, hogy ő mindenféle ilyen feltételnek megfelel. De én azt gondolom, hogy nem alkalmatlan voltam igazán. Tehát kötődni igazából alkalmatlan voltam. Ő meg már korban abban volt, hogy gyereket akar, és mondta is, hogy ő gyereket akar, ha én ebbe partner vagyok, akkor legyen, ha nem, akkor ő viszont tovább megy, mert sürgeti az idő, és akkor végül is született kislányunk, Rozina, de a házasságunk nem volt jó, tehát azt gondolom, én alkalmatlan voltam erre, mert megromlott eléggé a kapcsolatunk. Külön mentünk, viszont azt szerintem nagyon jó, és annak nagyon örülök, hogy már azt gondolom, hogy talán hogy képes vagyok tanulni, hogy a hibáimból, meg hogy nem vagyok taraktartó, meg bosszúálló, meg hogy tudok valahogy így, képes vagyok így változni, és
Azt gondolom, hogy tök jó kapcsolatunk van most. Most egész piros voltam. Na, és ezt minden érdemeltek ki? Jól viselkedtem. És amikor itt vagy apával, akkor mit szoktatok csinálni? Rajzolni, sakkozni, megmalmozni. Sakkozni? Tud sakkozni? Uh-huh. Még gyakorolok. A nagylányomnak az életében én nem voltam jelen, tehát az egy komoly élet. Tessék? Ma sincs jelen? De jelen van, lehetne jobban jelen, de azt gondolom, hogy olyan sok év kimaradt, vagy nem törődtem bele, meg nem velem nőtt föl, hogy ezt olyanná tenni, amilyen lehetett, vagy kellett volna, azt úgy nem lehet. Ő szemrehányást tett önnek? A drogos múltért? Bármiért? Hát volt itt minden. Tehát azért mondom, hogy ez azért egy folyamatában alakuló kapcsolat, és tök érthető. Tehát, hogy én tudom, hogy én is haragudtam sok mindenre a szüleimre, akár vélt, vagy valós dolgok miatt. Tehát az érzések ott dolgoznak. Szóval... Szülei megbocsátottak önnek? Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, és szeretnek. Hát ez is, tudja, nehéz kérdések ezek, mert függőség alatt nagyon sok dolgot elkövettem. Ő ellenük, magam ellen is, a gyerekeim ellen is, vagy gyerekem ellen. Nagy bocsánatkérésekre mások. Kell gondolni? Tehát amikor eljük hát az, mivel oda meg, hogy bocsánat, szerintem inkább ennek olyan tevőleges dolognak kell. Uh-huh. Lenni. Tehát egy bocsánat, ezeket a dolgokat nem lehet elintézni. De azért vezekelt? Meg volt a vezeklés? Azt gondolom, hogy igen. És van egy, amennyire én belelátok, igen? Egy jól menő élete, sikeresen menedzselt élete. Igen, azt gondolom, hogy az van. Nem szúrta el az első X évtizedet? Hát én nem úgy gondolom, mert valahogy nem nagyon tudom, hogy hogy lehetett volna másképp. Vagy az, hogy én ami most vagyok, ahhoz kellett, hogy olyan legyek, amilyen voltam. Vagy nem is nagyon tudhattam volna más lenni. Szóval most az a jó, hogy valahogy akkor vitt az addikció meg a hiány. Most azt gondolom, hogy most kompetens vagyok, és hozhatok jó, meg kevésbé jó döntéseket, meg azokat felül is tudom írni, meg át is tudom gondolni, akkor meg egyszerűen mentem, mint fejjel a falnak mindenféle cél nélkül. Most meg, hogy mondjam, tehát most meg egy, hogy vannak előttem perspektívák, vannak célok, meg hát, hogy mondjam, kapok egy csomó szeretetet, meg remélhetőleg én is tudok adni. Szóval azt gondolom, hogy nincsen okom panaszra, meg mondom, én nagyon, nagyon jó, hogy azt szeretem, hogy mondjuk olyan munkám van, amit úgy érzem, hogy tudok hasznosan mondjuk csinálni.